Bár a karácsony önmagában is az egyik legszentebb ünnep, a templomban még többek lehetünk a mise és a pap által. A közös imádkozásból erőt meríthetünk, és másoknak is erőt adhatunk. Több szemszögből is megközelítjük a karácsonyt a következő bő fél órában. Üdvözlöm Önöket, érkezik a mai tartalomjegyzék. Az ünnepek alatt sem áll meg az élet, a következő napokban is szükség van a víradókra. Honvédelmi Sportközpont az országban elsőként Újfehértón. Szent ünnep, fontos megérteni és megélni a karácsony lényegét. Közel 2000 élelmiszercsomagot osztott ki rászorulóknak az elmúlt napokban a Vöröskereszt megyei szervezete. A Csak egy kis apróság elnevezésű akcióban közel 30 intézmény, óvoda és iskola vett részt. A humanitárius szervezet persze nem csak ilyenkor, egész évben várja a felajánlásokat. Köszöntöm a stúdióban Gurály Edinát, a szervezet megyei igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát elég fárasztó időszakon lehetnek túl, de még mindig tart. Hát ez az időszak, igen, még mindig tart, ez karácsonnyal sem zárul le az adománygyűjtés és az adományosztás a Vöröskereszt életében. Ez az egész évünket végigkísérő folyamat, ami ilyenkor karácsony tájéken csúcsosodik ki, hiszen ilyenkor más karitatív szervezethez hasonlóan a Vöröskereszt is azon dolgozik, hogy minél több rászorulónak tudja egy picivel szebbé, könnyedebbé vagy másabbá tenni a karácsonyát. November közepén szoktuk meghirdetni a Csak egy kis apróság elnevezésű akciónkat, amivel az a célunk, hogy oktatási-nevelési intézményeket szólítsunk meg, hogy egészen kicsikortól a gyerekek, a fiatalok tanulják meg azt, hogy milyen adni másoknak, hogy ennek mi a fontossága, mi a jelentősége, valamint azt is, hogy az adományozás az nem feltétlenül egy óriási nagy dolgot jelent, pontosan ezt mutatja az akciónak az elnevezése is, hogyha egy icipici dologgal hozzá tudunk járulni, egy-egy tábla csokoládéval, alapvető élelmiszerrel, vagy olyan játékkal, amivel már otthon nem játszik a gyerek, de az még egy nagyon szép, jó állapotú játék vagy meséskönyv, annak még egy másik gyerek tud örülni, akinek a szülei nem tudják megtenni azt, hogy ezt például megvásárolják. És egyúttal megtanulják azt is, hogy az adományozásnak is van egy kultúrája, hogy hogyan tudunk úgy adakozni, hogy az a másik félnek ne legyen megalázó. Ez így van, az adományozás kérdése az egy eléggé összetett folyamat. Mi például nem vehetünk át olyan adományt, aminek lejárt a szavatossági ideje, illetve átvenni átvehetjük, és akkor, amikor hozzánk beérkeznek ezek az élelmiszeradományok, akkor az elsődleges dolog az, hogy fajta szerint csoportosítjuk, innen látjuk, hogy hány egységcsomagot tudunk összekészíteni. A másik része pedig az, hogy a csomagolásokat nekünk le kell ellenőrizni, hiszen csak épp csomagolású, tehát kiszakadt zacskós vagy sérült zacskós száraz tésztát például nem adhatunk oda senkinek, illetve lejárt szavatosságú idejű készítményt sem adhatunk oda senkinek. Tehát egy ilyen szűrővizsgálaton át kell esnie az adománynak akkor, amikor megérkezik a szervezethez, hiszen erre a garanciát, hogy jó minőségű dolgot fogunk továbbadni, arra a Vöröskereszt vállalja a nevével. Milyen sorsa azoknak az adományoknak, amik nem felelnek meg ezen a szűrőn? Hát egyrészt, mint a legtöbb háztartásban, hogyha ugye nem felhasználható, akkor az ki kell dobnunk, tehát van, hogy szétesnek ezek az acskók is, akkor gyakorlatilag a kukában végzi, hogyha pedig tudjuk, akkor állateledelként használjuk föl, hiszen a jószág számára, a kisállatok számára nyilván típustól függően ez felhasználható, de hogy akkor, amikor valaki adományoz, akkor nagyon sokszor az történik, hogy hú, vinni kell a gyereknek, mert hogy kaptunk egy jelzést az osztályfőnöktől, egy feladatot, lekapjuk az első dolgot, vagy akár még jó szándékkal is lekapjuk az első dolgot a kamrapolcról, ami ott van, de nem ellenőrzik le a szavatossági idejét, tehát hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a szavatossági időre oda kell figyelni. Szerencsére én azt veszem észre, a évről évre, ahogy beérkeznek hozzánk ezek a lakossági adományok, hogy egyre javul
ez az adományozási kultúra, tehát évről évre egyre kevesebb az adomány mennyisége nő a csak egy kis apróságban, tehát ez egy nagyon sikeres és nagyon szép akció, és azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években is meg fogjuk hirdetni, mert elérjük azt a célt, amit a zászlónkra tűztünk, hogy a gyerekeket időben kezdjük el adományozásra szoktatni, nevelni ilyenfajta módon. Egyre kevesebb az az adomány, ami úgymond idézőjelbe téve a kukában végzi, tehát ami emberi fogyasztásra már nem alkalmas. Ilyenkor így kifejezetten van. Csak élelmiszer adományt várnak, vagy ruhaneműt is? A ruhaneműt azt egész évben meg szoktak bennünket keresni. Most a pandémiás időszakban ugye az osztásokat is jobban kellett végig gondolni, hogy hogyan tudjuk minél kisebb kontakttal és minél biztonságosabban átvenni. Ugye volt egy nagyon hosszú időszak, amikor az ügyfélfogadás is szünetelt, ebben az időben le is állt a ruhaadományoknak az átvétele. Átvesszük, ez raktárkapacitástól függ mindig, hiszen az egyik oldalon van egy bevétel, mi átvesszük az adományt, de ki is kell osztani, és akkor, amikor a rászorulók ezért nem igazán jelentkeznek, akkor ez természetesen nálunk is felhalmozódik. Tehát mindig a raktárkapacitásnak megfelelően tudjuk átvenni ezeket a ruhaadományokat. Abban az esetben, amikor mi nem tudjuk átvenni, akkor úgymond társszervekhez szoktuk, másik karitatív szervezethez, akinek szintén van befogadó kapacitása, oda szoktuk átirányítani az adományozókat. Úgy tudom, más intézmények is csatlakoztak ehhez az akciókhoz, nem csak iskolák, hanem egyéb szervezetek, akik akár célzottan konkrét helyre gyűjtenek adományokat. Az adományozók körében amúgy is népszerű a Magyar Vöröskereszt által működtetett anyagyermek segítő otthon. Vannak sportegyesületek, baráti körök, alapítványok, akik kifejezetten azzal a céllal gyűjtik az adományokat. Van, aki már évről évre vagy hosszú évekre visszatekintve az anya otthon lakói számára gyűjtenek. Ezekben is általában ilyenkor alapvető élelmiszerek, félkészételek szerepelnek, nyilván rengeteg édesség, csokoládé, szaloncukor, illetve játékok, valamint személyre szabottan ilyenkor megszokták tőlünk kérdezni, hogy milyen korú gyerekek laknak éppen az anya otthonba, és természetesen életkornak megfelelően kapják meg a gyerekek akkor ezeket a ruhákat. Könyv? A könyv is jöhet, bár a gyerekek egy része nem olvas már annyit talán, mint régebben, tehát az elektronika világa jobban beszippantja őket. Mi viszont szeretnénk, hogyha olvasnának, úgyhogy ilyenkor nagyon sok könyv is érkezik a szervezethez, amit igyekszünk egyrészt az anyaotthonban élő gyerekeknek továbbadni, illetve a csomagosztások úgy történnek, hogy vannak visszajáró rászorulók, akik minden évben megkeresnek bennünket, ott általában elég sokat tudunk a családról, tehát akik megérkeznek hozzánk a csomagátvételre, a kollégái minden esetben megkérdezik, hogy vannak-e gyerekek a családban, milyen korú gyerekek vannak, és akkor az élelmiszercsomagokat az apróságok számára kiegészítjük játékkal, mesekönyvvel. Hány önkéntes segít ilyenkor a szétosztásban? Az osztást magát azt általában a munkatársak szokták megoldani, hiszen ennek van egy viszonylag feszes rendje, viszont mindenki, aki ilyenkor az adománygyűjtési akciónkhoz kapcsolódik, valamilyen módon a Vöröskereszthez csatlakozik és köteleződik el a mi adománygyűjtési és osztási akciónkban. Tehát inkább az osztás során, főleg akkor, amikor áruházi akciók vannak, és akkor pénteken és szombaton szoktunk gyűjteni ezekben az áruházakban. Olyankor megyeszerte megmozgatjuk az önkénteseinket, akik nagyon szívesen csatlakoznak ehhez az akcióhoz. Adakozni viszont nem csak tárgyal lehet, hanem véradással is, ami két ünnep közt is lesz. Ez természetesen így van. Ezt nagyon sokszor elmondjuk, és azt gondolom, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a legszebb dolog, amit valaki adhat másnak, az nem egy kiló liszt, nem egy tábla csokoládé, hanem a saját testéből valami, mégpedig a vére. Ugyanis ezzel a vérrel, amikor elmegyünk egy véradásra, akkor másik három ember életét mentjük meg, vagy másik három embernek a gyógyulásához járulunk hozzá. Vérigényes műtétek, sürgősségi ellátás, az a karácsony nincs erre tekintettel, illetve ezek ugyanúgy megtörténnek akkor is, hogyha karácsony van, és akkor is, hogyha nem.
viszont ilyenkor mindenki egy picit háttérbe vonul, a családjára fókuszál, viszont mivel a kórházban a munka az ugyanúgy folytatódik, illetve soha nem lehet előre kiszámítani, hogy mikor van szükség egy nagyobb vérkészletre, akkor erre nekünk ilyenkor gondolnunk kell, tehát a vérellátó szolgálattal együttműködve ilyenkor kampányolunk a véradás mellett, és mindenki a saját eszközeivel segíti, hogy ezek a véradások sikeresek legyenek, tehát hogy a kórházakban ne maradjon el műtét amiatt, mert bizonyos típusú vérből nincsen megfelelő készlet. Nemrég volt a véradók napja, nagyon szép ünnepség keretében kaptak elismeréseket a rendszeres véradók. Hogy alakult ebben az évben a véradások száma? A pandémia mennyire vetette vissza a véradási kedvet? A véradási kedvet érdekes módon úgy vetette vissza, hogy akkor, amikor az első hullám idején elkezdtünk dolgozni, akkor a módszereinket változtattuk meg, és sokkal nagyobb szerepe lett a személyes megszólításnak. Majdnem mondhatom, hogy az egész országban bevett gyakorlattá vált az, hogy a plakátolás és a donorbehívók mellett mindenkit személyesen megszólítunk a véradások előtt. Tehát, hogyha tudjuk, hogy holnap után például Nagykálóban lesz véradás, akkor a nagykálói véradókat a kollégák végighívják telefonon, ezt a listát az Országos Vérellátó Szolgálattól kapjuk meg, és ezen a telefonos listán végigmegyünk, megszólítjuk őket. Egyrészt a személyes megszólítással az elköteleződésüket is meg tudjuk erősíteni, illetve nagyon sok kérdés merül föl a véradás kapcsán, így, hogy pandémiás időszakban vagyunk, így van, hogy mennyire biztonságos, oltást kapott, jöhet-e vért adni, átesett a betegségen, jöhet-e vért adni, mikor jöhet vért adni. Ezek az alkalmak kiválóak arra, hogy a kollégák mindenkinek a szükséges információt megadják ehhez, és ennek a nagyon nagy befektetett munkának az az eredménye, hogy tulajdonképpen mi itt a megyében, úgymond a vállalt donor számunkat azt ebben az évben is tudtuk teljesíteni. Egy kicsi elmaradással, de tudtuk teljesíteni. Gurály Edina, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezekről beszámolt most nekünk. Köszönjük a lehetőséget. Átadták Magyarország első honvédelmi sportközpontját Újfehértón. A csaknem 1000 négyzetméteres komplexumban lehetőség lesz sportlövészetre, valamint több küzdősport, a vívás és egyes technikai sportok kipróbálására a térségben élő fiatalok számára. A sportközpont csaknem 900 millió forintból készült el, hasonló komplexum épül még Baján, Balassagyarmaton, Szarvason és Szigetváron is. Egy szeles nyári napon 2020. június 5-én rakták le a Honvédelmi Sportközpont alapkövét. Az ünnepi alkalmon Hosszú József polgármester már kész tervekkel várta a létesítmény átadását. A fiataloknak egy olyan lehetőségük lesz a honvédelmi nevelésre, illetve a küzdősportok elsajátítására, ami eddig nem volt meg a városban. Itt a majd a megépülő honvédelmi sportközpontban erre sok lehetőségük lesz. Bízom benne, hogy ilyen is fognak vele, hisz Újfehértón a küzdősportoknak komoly hagyománya van. Ugye a Kempo Egyesületünk az úgymond világhírű, vannak tékvandó szakosztályaink is, tehát bízunk benne, hogy minél több küzdősport már űvző gyerek fog itt tudni dolgozni, illetve további gyerekeket fog ez ide csábítani. Valamint ugye lesz egy 10 állás lőtér, amely a kispuska és pisztoly használatára fogja megtanítani a fiatalokat, vagy akit érdekel, és ez is egy kulturális szórakozás lehetőség lesz majd nekik. Másfél év múlva múlt pénteken már állt a sportközpont. Nem csoda, hogy a polgármester büszkén nyilatkozott a komplexumról. Nagy öröm az nekünk, hogy az első honvédelmi sportközpont Újfehértón kerül átadásra. Nagyon régen vártuk már ezt a pillanatot, hiszen ez egy több éves fejlesztés eredménye, hogy a mai napon itt állhatunk. Én úgy gondolom, hogy ez jó hírét viszi a városunknak ez is, és bízom benne, hogy nagyon sok helyi és környékbeli fiatal és régóta fiatal ember fogja majd tudni használni. Kettő! Egy elképzelt támadó lefegyverzését is megmutatták honvédelmi középiskolások a sportközpont átadóján. A létesítményben a küzdősportokat is gyakorolhatják. Az olimpiai ezüstérmes birkózó Lőrinc Viktor úgy látja, saját sportágának népszerűsítésében is fontos szerepet játszanak a sportközpontok. Nagyon fontos bázisa lesz az ország területén, ahol létre fognak jönnek ilyen intézmények. Az, hogy mondjam, minden igényt kielégítenek, és minden körülmény adott lesz ahhoz, hogy egy sikeres úton el tudjanak indulni a fiatalok. Nagyon jó volt látni ezt, hogy már
ilyen elkötelezettek és ilyen határozottan, ilyen céltudatosan készülnek a pályájukra, mindamellett tudnak majd sportolni. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a következő bázisok is hamarosan, hogy hallhattuk, el fognak készülni, és büszke vagyok rá, hogy az én sportágamat is itt tudtam képviselni, és hogy majd bővíteni fogják a sportágakat, hogy minél többen tudják ezt majd folytatni, úgyhogy én nagyon örülök neki, és bízom benne, hogy ez egy sikeres oktatás lesz. A lövészetet is gyakorolhatják a fiatalok a most átadott létesítményben. A Szabolcs megyei embereket az országban úgy ismerik, hogy tetrekész, erős, testalkatú és fegyelmezett emberek. Legalábbis én ezt tapasztaltam, akárhány laktanyába látogattam el, mindig a parancsnokok jó véleménnyel voltak a szabolcsi fiatalokról, gyerekekről. Én úgy gondolom, hogy Szabolcs megyében nem hiába jött ez a lehetőség. Inkább úgy fogalmaznék, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ilyen formán megérdemli azt, hogy első legyen a honvédelmi sportközpontok kialakítása tekintetében. Ugye ez egy országos kezdeményezés, a kormány döntött róla, hogy minden megyében, minden járásban honvédelmi sportközpontot kell kialakítanunk a fiatalok honvédelmi nevelése miatt. A honvédelmi nevelésbe beletartozik nyilván a küzdősportok megszerettetése, a fegyverforgatás, lőgyakorlatok elsajátítása, és ilyen formán, miután a szabolcsi gyerekek, fiatalok nagyon alkalmasak a katonai és rendőri szolgálatra, ezért természetes dolog, hogy mi kaptuk az első lehetőséget, így gondolom, de nyilván sokat tettünk ezért a várossal, a választókerülettel, mindenféle lobbyerőt megmozgattunk azért, hogy a Honvédelmi Sportszövetség itt lehetőséget kapjon Újfehértón. Itt valósuljon meg a Honvédelmi Sportközpont először az országban. Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke azt mondta, az a cél, hogy minden megyében, majd minden járásban is épüljön hasonló központ. 2017-ben indítottuk útjára ezt a programot, a kadét programmal együtt egy országos hálózatnak a kiépítése, még akkor miniszterként kezdeményeztem mindezt, nyilván a területvédelmi tartalékos rendszernek a fölépítése is, tehát arról szól, hogy minden megyében, aztán később minden járásban legyenek honvédelmi sportközpontok, ahol a fiataljaink egyfajta olyan többlet képességekre tudnak szert tenni, amely a honvédséghez, a katonai sportokhoz közel áll, sportlövészet, ebben elsőrendű küzdősportok és a különböző technikai sportok. Nyilván a helyi igények figyelembevételével történik mindez, és a Honvédelmi Sportszövetség, amely szintén még annak idején létrehoztunk, az üzemeltetője és a működtetője lesz majd ezeknek a létesítményeknek. És bízom benne, hogy nagyon sok versenyt tudunk majd szervezni, akár sportlövészetben, de akár küzdősportokban is, és ez az utánpótlás nevelést is segíti, tehát a sportlövészetben is, öttusában, akár a judóban, birkózásban és bármilyen más küzdősportban is helyi értékeket tud felfedezni és fölkarolni ez az intézmény hálózat. Én bízom benne, hogy hamarosan eljuthatunk majd a következő állomáshelyre is, ez a következő állomás átadása majd Balassagyarmaton lesz. Néhány hónap múlva bízom benne, hogy ez megtörténhet, és egyébként pedig a gyermekeinknek a nevelését és a közösségépítését is szolgálja mindez. Úgyhogy nagy öröm számomra, hogy az első létesítményt, honvédelmi sportközpontot itt Újfehértőn átadhattuk. Az átadón részt vett Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes. A politikus azt mondta, kulcsfontosságú, hogy a fiatalokat hazaszeretetre neveljék. Ahogy az egyes embernek joga van a saját életének a megvédéséhez, az önvédelemhez, ugyanúgy egy nemzet közösségének is joga van az önvédelemhez, sőt, egy nemzetnek meg kell védenie magát, erkölcsi kötelessége, hiszen azokat kell megvédeni, akik nem képesek önmaguk megvédésére. Tehát az önvédelem egy elidegeníthetetlen jog. Na most akkor tudja egy nemzet megvédeni magát, hogyha egyfelől megvan benne a hazafiság, hogy egy olyan értékgazdagság a magyar nyelv, a magyar kultúra, a magyar történelem, a magyar észjárás, Magyarország,
ami érdemes arra, hogy megvédjük. A másik pedig, hogy megfelelő eszközeink legyenek, ezért kell a fizikai adottság, a fizikai képesség és a katonai ismeret. És ezért ezeknek a honvédelmi központoknak óriási jelentősége, mert azok a fiatalok, akik késztetést, ihletet éreznek magukba arra, hogy ők esetleg katonai pályára, rendőri pályára menjenek, ami mások megvédéséről szól, akkor itt ezt megélhetik, és ha úgy alakul az életük, akkor akár az életüket tehetik rá hivatásként arra, hogy katonaként, rendőrként megvédjék a hazát, megvédjék a népüket, megvédjék azokat, akik nem tudják magukat megvédeni. Az országban elsőként Újfehérton adták át a Honvédelmi Sportközpontot. A következő hónapokban Balassagyarmaton, Baján, Szarvason és Szigetváron épül fel hasonló létesítmény. De további 11 helyszínen zajlanak előkészületek. Az újfehértói központ csak nem 900 millió forintból épült fel, amelyet a Honvédelmi Sportszövetség üzemeltet a jövőben. Már csak néhány nap van karácsonyig, az ünnepeket megelőző napok sok helyen a rohanásról és idegeskedésről szólnak. Fontos azonban, hogy szenteste előtt lélekben is megnyugodjunk és ráhangolódjunk az ünnepre. Ehhez persze meg kell érteni a karácsony igazi lényegét. Köszöntöm a stúdióban Kocsis Dánielt, görögkatolikus egyetemi lelkészt a Nyíregyházi Egyházmegye kötelékében. Jó estét kívánok! Amennyire én tudom, az egyház számára a legnagyobb egyházi ünnep, keresztény ünnep az a húsvét. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az emberek számára a karácsony az, ami a legfontosabb és legszentebb, legszebb ünnep. Hogyan alakulhatott ez így? Én úgy gondolom, hogy ez a Jóistennek a különleges karácsonyi ajándéka, mert ahogyan az előző beszélgetésben is hallhattuk, érezhettük, és úgy megtapasztalhattuk mindannyian. Az ember ezen az ünnepen úgy rádöbben arra, hogy mi a lényege a létezésünknek, mi a lényege, mi az értelme, mitől szép egyáltalán az élet, akkor szép és attól szép, hogy egymásért vagyunk. És amikor ezt megéljük, amikor ezt átéljük, akkor úgy gondolom, hogy az Istent tapasztaljuk meg. És karácsonykor ezt a találkozást az ajándékokban, a finom ételekben és minden másban, ami karácsonyt úgy körülveszi, körülövezi, ezt az emberi lényeget tudjuk felfedezni. A húsvét az már bonyolultabb, az valahol egy kicsit, egyháziasabb ünnep, de ez nem véletlen, a Jóisten ilyenkor hagyja az embernek, hogy megértse azt, hogy őt mit is szeretne tőlünk, hogy mit is ajándékozott nekünk, egymást ajándékozta. Önmagát ajándékozta, engem ajándékozott a másiknak, és talán azért ez az emberiségnek, a keresztény világnak a legfontosabb ünnepe, vagy legalábbis így érezzük, mert pontosan az emberségünknek a mélységét tapasztaljuk meg, akármilyen formában is ünneplünk. Ezt most így a 2020-as években egyre inkább érezzük, hogy évközben inkább távolodunk, és nem az együttműködésen van a lényeg, hanem a versengésen. Ilyenkor viszont szembesülünk azzal, hogy ami valóban segíti az emberi közösséget, az az együttműködés és az egymás segítése. Pontosan, és hogyha csak a saját szűk családi körünkből, vagy a rokonságunkból indulunk ki, akkor is azt vesszük észre karácsonykor, hogy egyes emberektől eltávolodtunk, olyan hétköznapi, sokszor badarságok szakítanak bennünket el egymásról, amit karácsonykor képesek vagyunk félretenni, elfelejteni. És ez igaz a munkára, igen, ez igaz a munkahelyünkre, igaz a egész társadalmunkra, hogy mindent hagyunk, hogy fejünk fölé nőjön, és a Jóisten ilyenkor megnyugtat bennünket, és felhívja a figyelmünket arra, hogy semmi más nem számít az életedben, csak az, hogy legyél szeretve, és te is szeresd azokat, akiket rád bízott a Jóisten, a sors, nevezzük bárminek is. Mert enélkül hiába dolgozol, hiába csinálsz bármit is, nem leszel a helyeden. És a karácsony ennek a magunknak a helyretevésének is az ünnepe egy részről. Ugyanakkor az elmúlt egy-két év így a járványhelyzet miatt nem segítette a közösségi élmények, a közösség érzésének megélését. Igen, főleg a tavalyi évre volt ez elmondható. Idén talán már egy kicsit azért jobban
tudunk mozogni, nagyobb lesz a mozgásterünk. De én úgy tapasztalom gyakorló lelkipásztorként, hogy nagyon sok embernek, főleg az idősebbeknek, egyedül a templom az a hely, ahol találkozni tudnak emberekkel, ahol közösségbe tudnak jönni. És pontosan ezért is fontos az, hogy az egyházak most már nem zárnak. Természetesen a maszkviselés és minden más járványügyi előírásoknak megfelelnek, de mégis nyitva tartják a templomokat azért, mert nagyon sok ember, főleg ugye akik karácsonykor magányosabbnak érzik magukat, mint általában, tudjanak jönni és átélni a karácsonynak pontosan ezt az üzenetét, ezt a lényegét, hogy egymásért vagyunk itt a Földön. És a családok is ugye, amikor aki teheti, ellátogat a másikhoz, azt fogják megérteni és átélni, hogy ez a lényege az életünknek. Akik pedig valamilyen módon akadályoztatva vannak, vegyék fel a telefont, egy videóhívás, egy sima hanghívással is, de vegyük fel a kapcsolatot egymással, mert hogyha nem is személyesen, de mégis a szándékunkon is, úgy a jelenlétünkön, akár a virtuális jelenlétünkön keresztül is, de szeressük a másikat, mert ez a lényeg. Mi az, amit a templom, a pap, a lelkipásztor hozzá tud adni, hozzá tud tenni? Ez nagyon jó kérdés, mert megint csak az előző beszélgetésre utalnék. Látjuk azt, hogy az emberekben ilyenkor felébred az emberség, és nagyon sokat segítünk. Mindenki rádöbben tényleg arra, hogy kell segítenem, amennyire csak tudok. Ez az egyik legfontosabb megtapasztalása az emberi méltóságnak. A másik pedig az, hogy ilyenkor tényleg fontos minden, ami az emberségünkhöz hozzátartozik. Jogos is a kérdés, hogy minek akkor a templom. Pontosan azért, mert itt az Istennel találkozunk. És az Istennel való találkozás, akár a szentgyónásban, akár a szentáldozásban, a közös imádságban, a templomi élményben pontosan arra szolgál, hogy az egymáshoz való odafordulásunkban erősítsen meg bennünket. Mindenhez kell edzeni, mindenhez kell felkészültség, amit az ember az életében véghez visz, hát a lelki dolgokhoz, a személyes kapcsolatokhoz hogy ne kellene. És én úgy hiszem, és az egyház úgy hiszi, hogy ezt az erőt, azt a forrást, amit egymás irányában kell tudnunk átadni ajándékként, ezt a Jóistentől tudjuk megkapni. És talán ezért fontos az, és ezért is tapasztaljuk azt, hogy karácsonykor sokkal többen jönnek el a templomba, mert érzik, hogy a lelki dolgokban csak is lelki dolog tud segíteni, és ezt az Isten adja meg számunkra. Úgyhogy talán ez az, ami létjogosultságot, sőt biztos, hogy ez az, ami létjogosultságot ad annak, hogy imádkozva, vagy legalábbis imádsággal megfűszerezve ünnepeljük a karácsonyt, mert higgyük el, hogy a Jóisten az, aki erőt és forrást ad mindahhoz a jóhoz, ami ilyenkor az emberek szívében úgy természetszerűleg is megszületik. Mi az, amire képes a közös ima ereje? A közös ima ereje az arra képes, amire a beszéd megtanulása, hogy tudjunk egymással kommunikálni, mert ott megtanuljuk, hogy ott a másik, neki ilyen és olyan szükségletei vannak, ő ilyen és olyan nyelven beszél, egyrészt minket is tanít, lelkesít, hogy mi is hozzá tudunk adni ehhez, és önmagában közösségben lenni jó. Ezt talán most nagyon jól megtapasztalhatjuk a pandémia idején, hogy közösségben együtt imádkozni, hangosan énekelni, gyönyörködni a karácsonyfában, köszönni, bármilyen emberi gesztust gyakorolni nagyon jó, sőt, talán ez a legjobb, és karácsonynak pontosan ez is a lényege. És talán az is, hogy egy kicsit magunkban nézzünk. Mennyire nyitottak ilyenkor a hívek a Jónás iránt? Már most érezhettük ezen az elmúlt vasárnapon, hogy hát a gyónók száma rohamosan nőtt, és egész napot ültünk a templomban, gyóntattunk. És ez megint csak arról szól, hogy ilyenkor az ember önmagának ad saját magáról számot. És ez megint csak egy nagyon-nagyon komoly dolog. Mert az ember ilyenkor rádöbben valamire, méghozzá arra, hogy igenis, fontos vagyok. Fontos vagyok saját magam számára is, és hogyha tisztába teszem magam, akkor bármire képes vagyok, és talán ebben segít a gyónás, ebben segít a Jóisten segítsége, kegyelme. Az egyház és a görögkatolikus egyház mennyire erős adakozásban, vagy arra való biztatásban, hogy az emberek természetesen, bocsánat, adományokkal is egymást? Igen, az egyházak természetesen egész évben törekszenek ugyanúgy, mint ugye bármelyik más segélyszervezet arra, hogy adakozzanak. A mi egyházmegyénknek megújult a karitásza is, és elég komolyan veszik ezt a munkát, nagyon szépen elkezdték ezt a tevékenységet, de itt majdnem minden görögkatolikus egyházközség, parókia és a rómaiak is, úgy tudom, református egyházak is. Mindenki természetesen karácsonykor elsősorban hideg élelmiszer csomagokat gyűjt és adja a rászorulóknak, tehát nyilvánvalóan az adakozás benne van, de talán ami még ennél is fontosabb, hiszen hallhattuk, hogy
rengeteg adományt kioszt nagyon sok civil szervezet is. Ennél fontosabb az, hogy a Jóisten kegyelmét a szentségekben, az imádságban azt ajándékozza az egyház, és ez talán mindennél többet tud érni, mert segít nekem, hogy én adjak, hogyha tehetem. Mi az, amiben a görögkatolikus egyház más? Például arra gondolok, hogy a görögkatolikus egyházban háromnapos a karácsony, mármint hogy ugye a Szentestével együtt három, de hogy a december 27-e is pontosan ünnep a görögök. Mi nagyon szeretünk ünnepelni, mert mi minden nagyobb ünnepünket 40 napos felkészüléssel kezdjük, és természetesen, hogyha hosszabbra nyúlik egy felkészülés, akkor jobban esik ünnepelni. De viccet félretéve, vagy hát ez nem is annyira vicc, de teológiailag ennek az az alapja, hogy ugye a három nap az a feltámadás három napja, és a három nap az a teljességnek az ünnepe, illetve valóban az, hogy minden egyes napra esik egy-egy ünnepnap, egy-egy emlékezet, ami talán a karácsonyhoz, vagy legalábbis a hitünknek a kialakulásához, megszületéséhez köthető, és ezért ünneplünk három napon keresztül. És ilyenkor gyakrabban is várják a templomba a híveket? Természetesen ilyenkor mindig ünnepi nyitvatartást rendel el mind a püspök, mind a helyi pap is. Ez azt jelenti, hogy például a belvárosban, a székesegyházunkban napi 5 misével készülünk, szertartásokkal, természetesen hosszabbított nyitvatartással várjuk mindazokat, akik szeretnének a kis Jézushoz egy fohásszal odafordulni. Én nagyon sokszor elgondolkozom azon, hogy nagyon gyorsan változó világban élünk, ugyanakkor azért nagyon sok minden meg egyáltalán nem változik. Tehát akár 2000 év távlatában is vannak örökérvényű dolgok. Mégis mi az, ami a karácsonyt illetően változott az emberek számára? Én úgy gondolom, hogy a ünneplés módja változott egyedül, de maga a lényege a karácsonynak az 2021 év óta változatlan. Pontosan a találkozásnak az ünnepe, az Isten ezen a napon, ezen az ünnepen találkozik az emberrel, itt tanít meg bennünket arra, hogy az Isten találkozik az egyszerű pásztorokkal, találkozik a felsőbb réteget képviselő bölcsekkel, találkozik a teremtett világgal, találkozik a családdal. Az, hogy ki hogy ünnepli, az természetesen változik, de maga a lényeg, és az Istennek, az egyháznak pontosan ez a legfőbb tanítás, hogy maga a lényeg, az a szeretet Istene sosem változik, és ahogy mi ünneplünk, az egy dolog, de akit ünneplünk, ő valaki, ő az Isten, és pontosan ezért karácsony a karácsony, és ahogyan a beszélgetést kezdtük, pontosan ezért a legfontosabb ünnepe az emberiségnek a karácsony. Hát ha valaha, akkor most igazán nagy jelentősége van egymás elfogadásának, a különbözőségeink elfogadásának. Kocsis Dániel, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen. Hogy rendelkezésünkre állt ma este, és békés, boldog, áldott karácsony kívánok. Mára megköszönjük figyelmüket, a 35 perccel legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezünk, addig pedig töltsék kellemesen az imént elhangzottak szellemében a karácsonyt, pihenjenek sokat, ha tehetik. Kollégáim nevében is szép ünnepet kívánok, viszontlátásra!